Na, ez a kender, ugye ebből csináljuk azokat a köteleket, amit az elég is láthatóak voltak. Ez ugye tavasszal elvetik ősszel, ugye levágják. Kis kívikbe szoktuk kötni, vagy kell kötni, 15-20, ennyi kis marki, mint ez. Össze vannak kötve, össze kell állítani, kúkba. Van kívik, vagy a kúkba van állítva. Azért kell úgy kúkba állítani, hogy a légáramlat járja, meg száradjon meg. Mikor megszárad, 10-14 nap alatt ugye ez megszárad. Mikor ez megszárad, akkor ettől a magoktól, meg minden szöztől, tövénél fogva, mikor már megvan szárva, megütögetjük a fejtőt jól, és akkor ezek a magok, meg a hulladékok, ezek mind lehullnak róla, hogy az még 8-10 napig megyen az áztatóba, amikor meg kell a gyárni a kendernek, és majd mikor megázott a kender, ismét megszárad, utána megy a törőbe. Addig törjük, okáig, mindaddig, míg a rost ugye a fodorjától el nem válik, és akkor már a széjjel válik, amikor már lehet látni ezen. Utána tesszük a dőzsölőbe, de az most jelenleg nincsen. Amikor már ez össze van törve, akkor már ilyen szöszösebb, hát nem ilyen szép tiszta, hanem már ilyen szöszös formát ad. Abba, hogy sokáig tekergettük, abba a dőzsölőbe, hogy minél jobban legyenek a rostok, elváljanak a belsejétől, hogy lehújjanak róla. Amikor már lehúlik, akkor eléggé olyan szöszösnek néz már ki. Aztán ugye visszük ide a gerebenbe. Egyformának kell lenni a kendernek, hogy minél jobban egyformán van. És ugyanezt, amikor lehúzogatjuk, hogy leváljuk, ugye aminek le kell válni róla, és utána ugye szíjjel van választva, és akkor már ilyen hosszának ugye megmarad a finomabb része, mert egyik részt a finomabb lesz, a másik a durva, és majd ebből fonjuk össze ugyan a kötelet, vagy a zsinórozzuk, akkor a szíjjel kell válogatni, nevel a gerebbennel, és akkor már ez a lényeg, hogy ez ugye csak ezt előcsapásokkal kell, meg ugye sokat lehet erre venni, hogy, tehát magyarul ki van fészülve. És akkor már ugyanígy így látszik, hogy lesimul, meg letisztul. Akkor le van már tisztulva, és akkor majd abból a finomabb anyagja, az megyen a finomabb köteleket, meg a, mondjuk az ékekkel, a durvább anyagot, ugye meg a vastagabb köteleket szoktuk használni, mert az úgy kell, és ugye mikor már szépen leválik, hogy még ott van, még már széjjel van válva jobban. És akkor ugye ebből óta majd még megy egy ilyen kender rázó, vagy kósz rázó, vagy arra most nincs jelenleg. Tehát ugye mikor ez csak ez ugye elég szöszös, és akkor már így ugye ki van ez tisztulva, akkor már ugye ez majdnem fonásra készen van, és ebből tudjuk ugye fonni azt, amit az elejét már itt láthattunk. Német nyelven van leár, vagy szív, vagy összeengedőfa, amivel összeengedjük. Ez mindig annyi ágú, ahány ágúnak a pászmák, hogy most három ágú, két ágú, vagy éppen négy, vagy öt ágú, vagy hat ágú, annál többet nem szoktunk csinálni. Tehát ezzel engedjük össze, ezzel szabályozzuk a keménységét, lazaságát. Minél szaporábban engedem, annál lazább, minél lassabban, annál keményében. Mindig attól függ, hogy miért kell. Ez meg egy simítófa, ez a simítófa, ez azért van szükség erre a simítófára, hogy amikor készen van a kötél, vagy össze van engedve, mivel hogy ennek egyirányú a fodrása, és akkor ugye azt az ellenfodrást ki kell, hogy húzzuk belőle, meg lesimítjük, lekerekítjük. Ebből egy kis fonal lett, majd ebből lesz fék, vagy bár akármit, akkor kenderből már meghajtjuk, hogy fonálnak, most már ugye össze van zsinórozva, majd itt testünk meg majd száradni. Majd arra lász, és már egy kicsit, mert azt mondjuk kikáltan arra a fordás iránt. Köszönöm szépen!
ilyen zsinórozunk, amit most látunk, ez már a zsinórozás, és mikor már ez megvan, akkor pedig ilyen szárba engedjük, hogy mondjuk szaknyelven, amikor már a két kötélet minőség, vagy két kötelet mondunk, most pedig egy csülköt teszek rá, mert a két végének az eldolgozása, hogy fontos, mert nincs eldolgozva, akkor azt kibomlik a vége. Ez ugye most vagy egy csikófiknek, vagy egy lófiknek, csak mondjuk ez rövid, de annak is megvan a maga szabványa. Tehát mikor így lemon, utána még ezt ugye lespicáljuk a végét, vagy eldolgozzuk, vagy éppen összekötjük, hogy ez ne bomoljon ki eme végese, mert mindig attól függ, hogy mire van szükségünk, vagy mire kell használni, akkor leszokjuk spicálni, levékonyítjuk, összefondjuk, és akkor hogy a vége ez ne bomoljon ki. Akkor ez megvan, akkor meg hogy ezt a kis vékony kötelek karikába szedjük, hogy azért legyen mindenütt, ezt mindig úgy fordítjuk, ahogy a kívántassa magának, hogy valami formája legyen. Mint hogy örül a válfán van, jobban mutat, és hogy akkor ezt kigyakasztjuk fel, hogy valami formája legyen neki. Vagy akár a ruhaszállítón, akár mindenre lehet használni, amire csak akarja benne. Ez például ugye egy fogókötél, ami a végén karika van, ujjások, csikausok használják a szabadon tartott és legeltetett marhák, illetve csikóknak a felfogására. Emelről ugye ráhatjuk az órának, úgynevezett órodzónak a méretét. Itt ugye egy érdekes rózsát kötünk, már úgy érdekes, hogy annak a kisebbeket nem tudja. Ennek az a célja, szerepe, hogy ennek nem szabad semmilyen irányban megmozdulni, ez egymást fogja le önmagát, és ugye ezt erre tesszük azt a bizonyos dupla nyolcast, amely azt a cél szolgálja, hogy összefogja, illetve hát az órán ugye ne legyen olyan széles, vagy keskeny, hogy ne vágjon nagyon bele az órába. Hát ez. Ez most vagy egyet, vagy két nyolcast teszünk rá, ez mostan teljesen mindegyet teszünk rá kettőt. Szebbnek szebb, meg jobban mutat, ugye, ha kettő van rajta. De itt ugye egyesével utána kell húzni a szálakat, meg ha keresztezi egymást, ugye akkor ki. És akkor ehhez van, szép simán maradjon, ne keresztezzen, ne legyen magyarul gyűrődve. Na most továbbá megint még egy másikat ugye ráteszünk. És akkor, mikor már az a két nyolc is ugye megvan, akkor utána már csak be kell fejezni, így, hogy ne legyen gyűrődve. Ja. Na most ugye a vonyónál is fennáll az a veszély, amennyire veszély, hogy ő szeret hajlamos kibóna a fékből, mert nem szereti megvan kötve. Akkor erre is egy úgynevezett állatzót kötünk, és akkor ugye a gazda azt ott meg tudja csinálni, hogy állít rajta, és úgy állítsa be olyan szorosra, amennyire akarja. Most ugye itt megint ezt a tény elkötöm, szintén egy, megint ennek is az a célja, hogy egyformán legyen, illetve nem csúszhatik meg semmelyik irányba sem, mert ha megcsúszik, ugye akkor az elmozdul és az úgy nem jó. Ja. Ez szépen lapos hármas fonalakkal összefonjuk, megy ez nem állhat fel a széjjel. Ja.
Mik ezt úgy nevezzük, hogy az elrült, hogy ez a része lesz ugye a kotva része, mert ez lesz nem nagy egy lyuk, amire majd ugye bele rodolítjuk a... Jó. Ember részére pedig lenne, szintén ugyanígy összefonjuk, de viszont elrült meg lesz egy pecet, fapecet, amely azt fogja szolgálni, hogy össze lehessen akasztani. Ezt szintén ilyen lapos hármussal összefonjuk. Mikor már itt elérik ezt a végét, hogy már ugye elfogyik, akkor ezt úgy szoktuk, hogy veszük a egy pecket. Hát még egy picit talán még elbírja. Talán. De nem bírja. Nem tudik rá. Ezt belezugjuk. Na most ennek ugye nem szabad elmozdulnia. És ugye a innestől már ennek csak az elkötése van, hogy el legyen kötve, hogy ez ne bomoljon ki. Ráhúzzuk, és utána ugye ez nem tud kibúni belőle, már. Ja, és akkor ezt ráhúztuk, hogy azért a rend kedvéért, és ebben már kész is van. Ebben most már csak a bónyuk kell, hogy belakadt, feltesszük, áthúztuk és készen van. Ez meg ugye már ennyi hulladék van, mert annyira millimétert pontosan ugye nem lehet, hogy kibjákolni, kiszabni. Jó, ez egy bónyufik. Az állatzó órával, eldolgozásával. Jó. Leteszem, hogy csináljak egy jó féket. Ráhagytam ugyan a karikát. Ez a... Most attól függ, hogy hanyast akarunk készíteni. Ugye például egy hatos, egy átlagos méret, a karik, ugye, hogy hívják, lagnak. Hát ezt a fejrészt előbb, hogy rámérjük, rászabjuk. Ezt ugye általában 5 sorral szoktuk csinálni, a hatodik a balra része. Egy már készít, a második. Hát ugye lehet 3-ból 4-ből, attól függ, hogy mennyire akarjuk szélesre, vagy mennyire akarjuk jóra. Hát ugye ez még mindig a fájrész, mindaddig még el nem érem az 5 sort, és akkor a hatodikkal már fűzzük összefele. Ugye ezen a sablonon vagy a rámafán nekem be van jelölve, ugye a rendkedvér, illetve a pontosság kedvér. Ez a tűzrétű, amit a jövkezemben van. Áttűzzük, ebben ugye megfordítjuk is. Segítsek valami picon, vagy? Igen, hozzá kárt, hogy akkor ugye már összeérünk, hogy ez fogja össze a fejrészit. Ugye ezen egy ilyen rózsát teszünk, mondjuk, ami teljesen összefogja, nem bomlik széjjel, önmagát megtartsa. Hát egy picit úgy lassan kell, mert ha nagyon húzom, akkor hamar egy csiákot, macskát lök, ezt mondjuk. Na, ugye összehúztuk, megüssük egy picit, haladunk tovább. Itt majd kimarad ugye persze az óra, hát ez logikus, majd a vége fele, mikor odaérünk. Itt szintén megint egy, hát ez most, hogy kéttel vagy háromszor fogadjuk össze, minél többször van, elvileg annál szebb munka van belőle, vagy jobban összetartsa magam. Ez mikor már erre meg vagyunk, hogy haladunk a másik oldalára.
Igen? Ez lesz a hatodik szám. Megére teszünk egy ilyen rózsát, akkor fogunk odaérni az órát kialakítsuk. Hát ilyenek direkt ez a hornya van, hogy ezt kihasználván, hogy amikor én ezt átlanyomom, megnyitom ezeket az összefogott kötelet, vagy hát széknek valahogy. Csak. Jó. Ennek csak ennyi, hogy most már átálljön. Jó. És innestől most már fejrész össze van fogatva, megint be van jelölve. Innestől már kezdjük az órát, ami hát szintén. Itt most ugye nem ment a tűpontoson, és észre is vettem, aha, mindjárt könnyebben szalad, hogyha egy-egy pászma közé szalad a hegye, akkor az ugye jó. Itt most már megkezdjük az órát kialakítani, és hogyha van egy kis hozzás, ugye, akkor állodjuk is, hogy ezt visszahúzzuk, legyenek meg. És haladunk tovább. Ez ugye most megyen, ebben megint csak ugyanúgy, mint a fejrésznél, hogy 5 szállal megyünk körbe, és a hatodik lesz a varrom, amivel összefogjuk. Mikor már így majdnem készen vagyunk, egy kicsit úgy besodródik, bekeményedik, és ilyenkor óvatosabban kell nyomni, mert feszesebb, az nehezebb, kevésbé búvik a tűk könnyen által, de átbúvik azért. Jó. Hát itt ugye eldolgozzuk, hogy ne legyen olyan libegős, hogy ne akadhasson bele semmibe se, mielőtt még. Ugye 2-4, most már lesz az ötödik, és utána pedig lenn már ugyanúgy fogadjuk össze, mint hogy az elébb a fejrészénye. És ha még ezt befűzöm, utána összefűzzük a órát. Ilyenkor már egy kicsit nehezebben búvik a tű, de ennek az a természetes rendje. Ilyenkor már feszül egy kicsikén. Most már 5 ugye megvan, mint az elég, csak a 6. kalavar vagyunk össze. Megint ugye elfőzöm, hogy azért valahogy ne libegjön, mert ne legyen is ki. Itt már most nyugodni kell egy kicsit jobban. Na most már ugye megvan az 5, akkor ugye az órát szintén ugyanevel a módszerrel összefogatjuk, mint az elén. Ez ugyanúgy működik. Itt ugye valahol valami kis árulás történt. Itt ez az áb, és akkor belemegyen egy kászma közé a tű, és hogy akkor egy pár kis
összeáll a liba, akkor is akkor nehezen bólik állatva. Na most ugye szintén ugyanolvalom a utcára. Ezt szintén hárommal összefűzik, már kettő ugye megvan. Köszönöm most. Jó. Tehát ugye ez már most mindjárt. Még egyet kell ide az oldalra. Oldalt. Még annyit majd, ugye hogy szoktunk tenni rá oldalt ide petek karikát, mint ott a másik fűtén van, majd ugye megmutatom. De teszél szolgáljon, hogyha nem akar az ember kantározni, kantárt tenni a lóron, hanem csak ez a sima fék van, hogy akkor a fíknek az abból a petkit, azt oda tudja akasztani a rasszélre, és akkor nem kell egy műveletet el tud nélkülözni. Már nevel megvan a fejrésze, megvan az orrozzója. Még ugye most belecsatlakozunk, mert még ugye annyi két fontos művelet hiányzik. Egyik ugye a állatzó megkötése, a másik pedig a féknek a fagya. Tehát a, ugye már egy kicsit nehezebben búzik, tehát megy. Ezt mindent úgy megfogjuk, nem most itt ugye megint csak eldolgozzuk, elfűzzük, hogy ne legyen itt lévegése. És akkor így nem fog libegni, ezt pedig itt megfelezzük. Így ugye el van fűzve, el van. Na most ugye a szimmetrikusság véget, hogy el is van egy rózsát, az logikus, hogy ugye már is teszünk. Mielőtt még túlmegyünk a... Ilyenkor már hogy mindig ez a legkeményebb. Még egyetlen egy ilyen rózsa kell, majd a lazzó. No, ez idáig is már meg vagyunk. Erről leveszem, és akkor amazon tudom az agyat, illetve a állatzót elkötni.
make scene change. Mert ezt csak így tudjuk megoldani. Ez lesz az egy szám, az állatban, amire szükség van ahhoz, hogy ne tudjon kibúni. Mire oda érünk, hogy készen van, elfogyik az anyagunk is. Itt van az, amikor ugye belebuktunk a... Ebből lesz az állat. De ugye teszünk egy bölcsöt, azt a szétszolgál, hogy evel lehet majd állítani a lófejére, hogy ne legyen hajlandó kibúni a tűzből. Aztán egy elkösik a lutókszalmú lettel a... Még egy kis segítséget kérünk a tőtőnk. Na most ugye itt egyesével ráhúzzuk. Maradt kérnek, mindig maradni kell, mert már kik, hogy nem tudjuk elkötni, hát a fa se úgy terem az erdőbe, hogy a asztalosnak a méretére telem, mert ez a lófék kötött szép, és ennek 18 méter kell. Ez ugye most már ennyi legjön, ez megyen a gyerekiknek jártani.